Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. 2021 áprilisában több állami egészségügyi intézmény dolgozójával akartak aláíratni olyan nyilatkozatot, amelyben tudomásul veszik, hogy védett személynek minősülnek, és a Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálatot folytathat velük szemben, ellenkező esetben esetleg ez a munkájukba kerülhet, illetve az állásukat veszíthetik el. Bár hamar kiderült, hogy az Országos Kórházi Főigazgatósága nyilatkozatot adminisztrációs tévedésből küldte ki, az egészségügyi dolgozókat a rendőrségről szóló törvény 2021. január 1-jén módosításával védett állományba sorolták, amiről azonban már elfelejtették tájékoztatni az egészségügyi dolgozókat. Ez azt jelenti, hogy a dolgozókat megfigyelhetik. Ha ez nem lenne elég, az okfő utasítására 2023. júniustól az állami egészségügyi intézményekben az osztályvezető főorvosoknak minden hónap 5-éig ellenőrizniük kell a dolgozókat. Emellett, bár az egészségügyi dolgozók COVID-19 elleni oltási kötelezettsége már 2022. június 1-től nem áll fenn, az állami egészségügyi ellátásban csak 3 COVID-oltás igazolása után vesznek fel dolgozót, miközben a magánegészségügyben nem kérnek ilyen igazolást. Ez méltatlan és elfogadhatatlan azokkal az egészségügyi dolgozókkal szemben, akik nem veszik fel az oltást, és emiatt nem tudnak a szakmájukban dolgozni, bár szívesen dolgoznának az állami egészségügyben. Az állami egészségügyben a Magyar Kórház Szövetség elnöke szerint egyébként nagyon súlyos ápolóhiány van. Kérem ezért az államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy az állami számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési hivatal, a belügyminisztérium belső ellenőrzése és az NVS vizsgálata mellett miért kell még az egészségügyi dolgozókat a vezetőikkel is állandóan megfigyeltetni? Miért kérnek még mindig 3 COVID-oltást a munkavállaláshoz, illetve a SOTE felvételéhez? Miért üldözik el az állami egészségügyből a dolgozókat, államtitkár úr? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Ön is tudja, hogy az volt az orvosok erődözése, amikor elvettek tőlük egy havi bért a Gyurcsány kormány idején, az ápolóktól is, amikor elvettek egy havi bért, tehát csökkentették 8%-kal jövedelmüket. Mi ezzel szemben bért emelünk, az egészségügyi költségvetése is jelentősen nőtt. Korábbi 2010-es 1198 milliárdról a jövő évre elfogadott költségvetés már 3225 milliárd forintot tartalmaz, tehát több mint 2000 milliárdos a növekedés a korábban kevesebb, mint 1200 milliárd forintos egészségügyi kasszának. Az ápolóknak is korábban 19 és 22 között egy 72%-os emelése volt a fizetésüknek, idén egy 18%-os, jövő márciusban folytatódik a fizetés emelése az ápolóknál. Egy orvos, kezdőorvos 129 ezer forint helyett most már 687 ezer forintot keres, egy OK és ápoló 160 ezer forint helyett 579 ezer forintot, egy felsőfokú végzettségű ápoló 220 ezer forint helyett 784 ezer forintot keresett alapbérként, egy 40 éve dolgozó orvos pedig 262 ezer forint helyett, ami 10-ben volt a fizetése, most már 2.380 ezer forintot kereshet. Ennek is köszönhető a dolgozó orvosok száma a kevesebb, mint 34 ezerről jóval magasabbra, közel 40 ezer főre emelkedett. Hogy miért van mégis szükség arra, hogy bizonyos esetekben valóban a rendőrség is nyomozzon? Több okot is fel lehet sorolni, az egyik az nyilván a hálapénznek a kérdése, hiszen ilyen bérek mellett is most már elfogadhatatlan, hogy orvosok hálapénzt kérjenek, úgyhogy ilyen esetben is több esetben, hála Istennek, a korábbihoz képest sokkal kevesebb arányban tapasztalják ezt a betegek, de ha tapasztalják, akkor fellépett a rendőrség, hiszen ez nem elfogadható, ez bűncselekmény. Illetőleg a gyógyászati segédeszközök esetében az elindított nyomozásnak már 51 gyanúsítottja van, 20 orvos, 18 cégvezető, 9 alkalmazott, 4 orvosi asszisztens, és több milliárd forintos az a kár, amit okoztak, és amit a későbbiekben meg tudunk óvni, és gyógyászati segédeszközökre fordítható, ezért is fontos ezeknek a vizsgálatoknak a vitel, amire ön utalt. Köszönöm szépen!